Sziasztok, Pala vagyok, és itt vagyunk egy újabb livestreammel, méghozzá nem másra jövünk, mint a The Quarry-nak a befejező epizódjával. A történetünket fogjuk tovább folytatni, illetve most már nagy valószínűséggel lezárni. Itt van velem Fenyves. Hello! És hát azért elmondhatom, hogy így egészen szépen alakulnak a dolgok, szóval így a vérfarkasok... Szaporodik a farkas család. Igazából nem, csökkent a farkas család most elvileg, nem? Mégis igaz, tényleg. Hát elvileg megöltük a... nem a nulladik, hanem az azutáni első farkas. Mögötte a csaj, akit megharapott, az már visszaváltozott. De elvileg a Max is vissza kellett változzon, aki meg be van dugva a dutyiba, ha jól sejtem. Igen. Illetve még az a csávós, aki kivette magából a kést. Aki kivette magából a kést, az farkas volt? Hát megharapta. Ja, igen. Igen, és ha szerencséje van, még meg is gyógyult előtte. Ha szerencséje van. Hát ha szerencséje van, hát néha nem lehet szerencséje mindenkinek. És ekkora gazdasági lehetőséget kihagynak ezek az idióták. Hát... na, single player, 10. és egyben utolsó fejezet. Tényleg be akarom tölteni? Igen, tényleg. Tényleg érdekel minket, hogy mi történik. Na. Tégla és Malter a fejezet címe. Itt át tetőtől talpig vérben a csávó. Miért van egy kibaszott fa tetején? Ez visszaváltozott vérfarkasból, ha jól sejtem. Ugye ez volt a... igen. Az első átváltozónk. Ebben hogyan jössz le? Ez úgy látom, hogy egy recsegés formájában megoldódni látszik. Kérdezett és válaszolt. Igen. Bármilyen én egyszerűen menne. Ez a le hupié. Avagy a pofára esés. És nem tudja, hol van. Pedig tök egyszerű, egy fa tetején voltál. Most a fa alatt vagy. Itt van, na most megtalálja a csajt, tudod, akit megzabált. Ó. Ő is visszaváltozott? Nem, a csajt megette. Szia, tasz! Hello, hello! Hello! Így van. Kőműves Kelemen, Tégla és Malter. És asszony kell a házhoz. Nem baj, kérem. Oké. Szóval a csávó is visszaváltozott. Okay. Talált egy szuper rózsaszín női. Az a ruci. Ha te ébrednél véresen és mesztelenül az erdőben, szerintem te is felvennéd ezt a rucit. Rajtam szebben állna. Az biztos. Oh. Oké, a motelnek a gyufája. Ő is úgy gondolja, hogy a motelba kellett volna mennie. Aha. Hátrafelé enged menni a játék? Nem nagyon. Mennyire enged elkóvályogni? Igazából a fehér farkast még nem nagyon láttuk. Ez igaz. Csak egyszer. Igen? Hát amikor kiugrott az útra. És majdnem belementünk egy fába. Az fehér farkas volt? Azt hazudták. Hát jó, az oké, hogy ők mondtak valamit erre, de ezért. Nem látok szart se, tehát azért kóvályogok, mert nem látom, hogy merre megyek.
Illetve a fejefarkas megnevezés nem rasszista? Hát látod, hogy white power van. Oké. Okay. Magyarul, ha fehér farkassal találkozunk, azt szó nélkül le kell lőni. Oh, fuck! Jelenleg úgy van, itt hogy... Itt egy okay. Csaj. Nézd, itt van egy csaj. Oh. Ezt tették meg? Vagy volt olyan szerencséje, hogy átváltozott? Ott a telefonja, tehát abból ugye mindent lehet látni, mi történt, mert ő végig vlogolt, vagy mi. A valóságban viszont ezt nem tudná feloldani. Meg 4 FPS-sel látta, hogy mi történt? Oké. Okay. És most visszateszi a telefont. Hát jó. Pedig én lámpának használtam volna. Figyelj, ha vérfarkas voltál valamikor, akkor kell még lámpa. Találjam meg Laurát, de hát ez most nem az? Nem, az a táskás csajszit, akinek ilyen denevérszárnyas hátizsákja volt. Ja, az a pincében van, vagy a, hát a bunker, tehát a faházban, nem? Mhm. Uh-huh. Jó. Akkor induljunk el az erdőbe kóbályogni, hát ha ránk ugrik egy fehér színű farkas. Az olyan... sanszos lassan. Hát jó, érted, ilyen rutinban csak rég stírolna téged is. Jó, hát lehet, hogy halálra röhögi magát, szóval... Fú, az úgy milyen egy horrorfilm, tehát az micsoda egy horrorfilm, hogy a vérfarkasnak a... Nem az, ez is, hanem a röhögés, az ellenfele. Na, a fegyvere. Hát? Találtunk egy... Sipkát. Sipkát? Mi az a Tesla süveg? Nem hiszem. De fölvettük. Hát egyre szebb a outfitünk. Gryffindor. Ezt mondod? Na ez nem mi az anyám? Nem tudom, hogy hova érkeztünk, Móló? Aha. Igen, már át lett túlszó, emlékszel? Ja, mert egy szigeten van, uh-huh. Éppen. By the way, ez a legbiztonságosabb hely az egész helyen. Ússzak a partra, vagy maradjunk itt? Hát ha meg akarja találni ezért, akkor a partra kell úszni. Hát akkor ennyit a száraz ruhára. Okay. De a vizes ruha az jobban feszül. Ajánlja, hogy kurva jó vége legyen. Oké, okay, hát... Muzikálja egyet, éjjel. Jó is lesz, ha a víz közepén meglátod a móló túlsó felén a fehér farkast, ugye? Hát majd a vízben elmentek nem tud. Irtózik tőle. Föláll, és ki van vele szembe? Aha. Milyen farkas? Hát, nem tudom, hogy milyen szín, szerintem megharapták, vagy kinyírták, szünet. Nem kellett volna átúszni. Hmm. Elhasználunk egy életet, jó? Jó. De... Úgy van, akkor a denevéres csajra, amit tartsuk meg az utolsót. A denevéres csajt már egyszer megmentettük. Hmm. Még egy. Lerepült a feje. Ez így laza volt, ez az átúszunk, puff, meghalt, szava. Én beugrottam volna a vízbe. Nem nagyon volt esélye, hogy elnéztem így időben. Fölállt, jó, maradjunk. Maradjunk a parton. Nyilván kétszer ne kövessük el ugyanezt a hibát.
És az még mindig nem a fehér farkas volt, akkor ki farkas még? Na hát azok, ez most jó kérdés. Lassan már azt mondja szemben, hogy ki nem farkas. Okay. Ki volt farkas, és ki lesz még? Én lassan a tegot járok, hogy igazából ez a 28 naponkénti hülyeségünk kívül egészen jól lehet farkasnak lenni. És hogy ha nincsen, akiben kártyaink, akkor érted. Egész éjjel a tóba kellett volna úszni. Ez mondjuk igaz. Vagy csónakázni. Kezdenek rájönni, hogy lett volna itt még több megoldás, tehát... And they're coming back first chance they get. Great news. Okay. All right. We gotta get a vantage point. Meg kell néznünk a kilátást. Miért érzem úgy, hogy fordítási hiba? Inkább a nézzünk körül lesz a megfelelő. Jó. Szerintem most a jövőbeli kilátásokat tervezik, hogy hány gyerekük legyen meg hasonló. Hát itt az irodába kéne bemenni, nem? Igen. Ott a csaj. Emet, igen. Ez az iroda ajtaja? Hát ha ez az, akkor nem itt van. Hogy az emeletem volt az iroda? Nem tudom. Egyébként bele... Te cipzárasztál valamit? A szemüveg tartomnak a pántján fejebb húztam a... mindegy. Jó, érted, hogy így én figyelek a hangukra és beszarok. Elnézést. Lehet, hogy itt az emeleten van az iroda. Ott meg tudtam volna nézni valamit. Igen? Uh-huh. Ott a folyosó, ami az anyám. Mit? Ott a korlátnál. Volt egy egér kattintási gomb. Aha. Jó, jó. How long has this guy been here? Ősök portréját felfedeztük. A long time ago. Long enough ago that it was okay to have an... Elég régi, hogy rendben volt, hogy olajfestményt rakják ki magadról. Oké. Készüljek fel a támadásra, vagy nézzek tovább? Hát készüljek fel a támadásra, nem? Ezek az olajfestmények a régi szelfik? Aha. Itt még jóval több dolgok kellett hozzá, mint most. Hátulról fog jönni az ablakban. Nem tanulta meg a jelmondatait a tábornok a csávó. Hátulról fog jönni az ablak felől. Ó, farkas üvöltés odakin. Miért is mindketten ugyanarra néznek, és miért is az ablaknak háttalálnak? Igen, meg szerintem, ahogy elnézem, a kéményen jön be a farkas. Showtime, motherfuckers. Na? Oké, ott lesz valami balhéj. Hányan élnek még? Egyébként van, aki már kigyógyult a vérfarkas. Na igen, ez a kamera szobában van. Hála égnek, Istenem.
úgy látom, hogy... A farkas! Figyelj már! Igaz, hogy szép kémény volt. Úgy látom, hogy a farkas föl fog jönni. A farkas... Úgy látom, hogy kislány tenne. Nasira kisfiúval. Fussunk, vagy várjunk? Szerintem fussunk. Jó. Akkor eléjük ugrik úgyis, nem? Meglátjuk. Egy cég! Úgy látom, a farkas bekopog. Oké, a kislány meg látja, hogy segíteni kell nekik. Hogy akarsz nekik segíteni? És ha le van baszva az áram az épületbe, akkor miért van kamera? De mindegy. Nem ebbe az épületbe volt lebaszva az áram. De hát itt sem világít semmi. Ezüst kagylók, igen. Ha jól időzít. Gerenda vagy ablak? Ez milyen kérdés? Gerenda, hát mit tudom én? Elég, nem tudom. Szerintem a csávó hova tűnt mellette? Nem tudom. És miért gondolja azt, hogy egy vérfarkasnál ő jobban egyensúlyoz? Őj, baszeg az élet! Az elé ugrik most föl. Jézusom! Futás vagy rejtőzködés? Na most rejtőzködjünk? Most rejtőzködjünk. Nekem mindegy. Bujcizzunk el ide. Úgy, jó lesz az. Nem. De hagyjátok nyitva az ajtót, az tuti jó lesz. Azt a kurva. Ez az igazi raptorozás most. Tartsuk vissza a lélegzetet. Ott a raptor. Ja, vérfarkas. Most kiosonunk hátrafelé. Haverosztot hagytuk? Kurva jó arcok vagyunk. Egymás közszólva. Haverosz mindjárt megkergeti a farkas, vagy mi? Hogy a farkas olyan balfasz volt, hogy nem vette észre, hogy ketten kiszaladtak? Most ez mit csinál? Zajtrap? Na, most menjünk a csajé, vagy pedig hagyjuk itt. A csajt meg kell menteni, szerintem, ha már egyszer. Csávó elbújik a konyhába. Kutatás vagy futás? Kutatás vagy futás? Kutatás! Ez nagyon okos ötlet segíteni a csajnak. Aha, ezüstlőszer. Ezüstlőszert kapott a pufkába. Oké. Van egy kis probléma. És mi az a kis probléma? Hogy nem tudom, mikor töltötte bele az ezüstlőszert. Mindegy, lőj! Igen. Nem nagyon volt választásom, mert azt már megtanultam, hogyha nem lövök azonnal, akkor megszopom. Ne menj közelebb! Én nem mennék közelebb, mert ha kidobja magából az ezüstöt valamiért, de úgy látom, hogy... Fuck you! I got you, motherfucker! Aha...
azt gondolja, hogy... ez meg egy palacsintasütővel jön be, szar! Ne menj a közelébe, ez... Én nem... nincs veszélyérzetük, tehát, hogy így... Aha. You got it? Yeah. Yeah, I got it. Ez a megvan, ez nem egyértelmű számomra. Inkább a... Milyenek is helytőzzenek el? Na, itt közben valami, vagy valaki ilyen autóval. Aha, a sheriffel mennek a fiatalok. Egy működő autó. Hajnali 4 óra 15. Azt a jó Istenbe. A fehér farkas most ugrik eléjük? Lehet. De akkor ne ránsfél, akkor be vannak kötve szerinted? Mi történt pontosan 6 éve? There was a fire that wiped out dozens of people, and now there's werewolves and a ghost that roams the woods looking for her lost baby boy. A szellem az elveszett kisfiát keresi. Put together is Silas. Oh shit. It's a long story. No, it's not. There was a fire. Silas the wolf boy escaped, bit a bunch of your family. You failed to stop him. Burn. Nagyjából összeraktuk a sztorit. It kind of does, actually. We need to know what we're up against, at least. What we're up against is a feral boy turned werewolf for the last 6 years has avoided being found. No matter what we did. Every full moon we were out there looking. Mindent teli hótkor vadásztak a csávóra, és soha nem kapták el. Is finally here. So what we're up against is my only chance to end this thing for good. So how do you even know where he is? How the hell are we gonna find him just driving down the middle of the... Mögöttük! Hopp! Fölöttük! Oh. De nekik akkor most... Ez is lőszerük, ugye? A csávó elalszik, vagy mi a fasz van? Fogjuk meg a kereket. Travis! Travis, get it together, come on! Elaludt a csávó. Nem, beverte a fejét. Van fölöttetek egy farkas. Nem tudtuk behúzni a kéziféket. Oké, de szerintem ez a farkas se fehér. Hopp! Most átmentek rajta, de szerintem ez még... Hol van a csávó hátul? Szerintem hülye ötlet kiszállni, de mindegy. Hát, nem megőrült, hanem inkább úgy mondanám, hogy már teljesen rá van kattanva erre a témára. Are we there yet? You're okay. Oh, jó van ő. Yeah. Azt mondja, hogy már jobban volt azért ennél. Over here. Vért talált. Got some blood. Leads through there. Aha, és most követjük a vérnyomot, tehát prédából vadásszá válunk. Még nem tudom, hogy mit látnak ők, amit én nem. This is where we went off the road 2 months ago. Itt értek le 2 hónapja az útról, igen. You're trying to decide if you should shoot me in the head right now. Go ahead. That's what you want, I won't stop you. What? Fejbe akarja lőni. Hát azért nem vagyok benne biztos, hogy ez lenne a megoldás. Oldjuk meg a problémát. Majd pofoszkodunk holnap, ha kisütött a nap.
I'd have werewolf's blood cover our scent, but I'm all out to wear high risk. Szagunkat, de nincs, kifogyott. We could be killed. Nagy a kockázat, meg is halhatunk. You ready to end this? Tehát ugye a fináliát játsszuk a játéknak, természetesen. Csináljuk meg, bazd meg! Let's fucking do this. Go team! Igazából viszonylag kevesen haltak meg az eredeti csapatunkból. Aki meghalt, az ugye az anyu, az apu volt.